Hello, hello, üdvözöllek a csatornámon. Ebben a videóban az Assassin's Creed Mangos sorozat utolsó részét, vagyis a negyediket fogjuk megnézni. Ez is Kurata Minoji nevéhez köthető, illetve a Fumax adta ki számunkra. Nézzük is akkor meg ezt a mangát röviden. Ahogy ezt már pedig megszokhattuk, itt is mígyantás bevonatot kapott a karakterünk, ugyanúgy, ahogy a könyvek esetében ezt már megszokhattuk, illetve a manga többi részénél is ugyanez jellemző. Egy teljesen korrekt borítóról van szó. Tényleg nagyon szépen beleillik a sorba. Oldalt ugye láthatjuk a számozást is, hogy ez már a negyedik kötet, és egyben a záró rész is. A kötet hátulján ugye, lapjáraton egy rövid leírást olvashatunk. Alul Ubisoft, Max Gaming, és ahogy az látható is, nagyjából olyan 3500 forint környékén mozog maga a manga. Lapozzunk is akkor bele. Ugye, ahogy ezt már korábban is kiemeltem, ebben az esetben is, ahogy a mangákat illik olvasni, a másik oldalról kezdjük. A legelején láthatjuk a különböző karaktereket, múltbelieket, illetve a napjaink belieket, illetve egy rövid összefoglalót is olvashatunk, hogy mi történt a korábbi szakaszokban. És hogyha belelapozunk, akkor láthatjuk a rajzokat is. Ahogy azt már korábban kiemeltem, teljesen korrekt rajzolásról van szó, bár sokszor eléggé minimalista, de leginkább itt is a karakterek vannak kiemelve. Történet szempontjából ez a rész, azt kell mondanom, hogy teljesen korrektre sikeredett. Összegezve tehát egy eléggé hullámzó sorozatot kaptunk, mégis azt kell mondanom, hogy végeredményben egy egész korrekt történetté állt össze az egész. Bár, hogyha azt nézzük, akkor relatíve egy mondhatni sablonosabb asszaszin történetről van szó. Ilyennekkel már korábban is találkozhattunk a franchise-ban. Minden esetre tényleg az, hogy egy manga formátumú történetet vehetünk kézbe, ez mindenképpen egy pozitívum ennél a sorozatnál. Különböző reklámanyagot láthatunk a végén. És persze, hogy ne hátulról kezdjük. Nos, tehát összegezve azt tudnám mondani, hogy bár tény, hogy egyes részek ennél a sorozatnál mondhatni gyengébbre sikeredtek, szerintem. Minden esetre így a négy kötetet, hogyha összerakjuk, és egymás után elolvassuk, akkor nem fog bennünket akkora csalódás érni. Így inkább azt mondanám, hogyha valaki teheti, akkor inkább egyszerre vegye meg a négy kötetet, és tekintve, hogy most már kint van ugye az összes, ezt könnyebben meg is tudjuk tenni, mindaz, hogy egyesével vásároljon részeket, bár nyilván a kiadónak ez megint csak egy mutatót tud biztosítani. Visszatérve magához a mangához, azt kell mondanom, hogy négy kötet, picit hullámzó színvonal, de egy teljesen korrekt Assassin's Creed történetsorozattal fogunk találkozni. Xiao Jin karaktere szerintem elég izgalmas, hogy akár más történetekben is, akár azt mondanám, hogy szeretném őt viszont látni. Még a történetszál is ugye többször hagyatkozik, vagy utal arra, hogy a filmben mi történt, illetve kitekintést tesz korábbi játékok történetére, karaktereire is. Végeredményben tehát azt kell mondanom, hogy ezt a manga sorozatot ajánlani tudom, bár tény, hogy lehetett volna picivel erősebb is,
De azt hiszem, hogy a rajongók nem fognak csalódni ebben a történetben. Ha tetszett ez a videó, akkor lájkold, kommentáld és iratkozz fel. Köszönöm a figyelmet. Hello, hello!